Üdvözlök mindenkit, Necrotim vagyok, srácok jön egy kis Warframe, felszállok én is a panaszva vonatra, illetve szeretném kikérni a ti ötleteiteket a komment szekcióban, hogy mi a te ötleted, hogy hogyan lehetne az Arbitration alertet javítani, jobbá tenni, jutalmazóvá tenni, valami olyan játékká tenni, amit te is élvezel. Már, hogyha abba a kategóriába tartozol, aki nem uh, élvezi a dolgot. Szóval van most egy uh, Warframe uh, Discord, ahol partnerek feljárnak, feedbacket adnak, uh, előleg megkapjuk híreket, stb. Szóval képben lehetünk a játékkal elég jól, és. Uh, Hát rengeteg partner írt már a Discordba feedbackbe, hogy az arbitration nem jó. Ez a változtatás, amit hoztak, hogy fel tud éleszteni a társaidat, nem jó. Ugyanis ez ugye abba, abba a hibába esett most ez az ötlet, ami amúgy nem a rossz ötlet, de abba ibába esett, hogyha az emberek meghalnak, akkor elhagyják a játékot, nincs türelmük kivárni azt, amíg te összeszedsz öt ilyen lószart a, a drónokból, és feléleszted őket, úgyhogy elhagyják a mission, te meg ott maradsz, lecsökkent élettel, és nézel nagyokat, úgyhogy mert most már az enemy scaling az egy normál survivoréval megfelel, a poén hogy még mindig ugye 10 vévet, 10 uh, uh, rotation c kell várni egyáltalán ahhoz, hogy kapjál valami értelmeset, ami Vitus Essence uh, névre hallgat, na most abból se kapsz uh, túl uh, sokat. A jutalmak, amik jelen pillanatban ott vannak az Arbitration Alerthez, beleértve az archgan Riveneket is, ami hát, most az, hogy két hitből ölöm meg a pókot, vagy egy hitből ölöm meg a pókot, vagy abból, hogy ránézek és meghal a pók, azt hiszem semmiféle élvezetet nem ad uh, a játéknak. Azért említettem csak a pókot, mert senki más nem játszik semmilyen más Archgun mission -nel. Szóval uh, az Ephemera az esetleg volt valami, amiért a játékosok visszajöttek játszani ezt a játékmódot. Uh, hogy őszinte, annyira nem szeretem a az Arbitrationt annyira nem érzem uh, jónak ezt a játékmódot, hogy még azt is lusta vagyok kifarmolni azt az efemirát, hogy, hogy megszerezem. Pedig nagyon tetszenek, tényleg nagyon tetszenek. Néztem Taktika Potétonak a videóját a témáról, és néhány kiváló ötlettel állt elő, illetve hát a közösség állt elő néhány kiváló ötlettel, hogy hogyan lehetne javítani ezen a játékmódon. És, és nagyon jó, jó, jó kis ötletek, nézzétek meg a videóját, viszont én szeretném a D-nek letolmácsolni a ti ötleteiteket. Szóval, hogyha van ötletetek arra, hogy hogyan javítanátok ezen a játékmódon, ha úgy érzitek egyáltalán van mit javítani ezen a játékmódon, írjátok le a komment szekcióba, és én el fogom juttatni ezt az üzenetet a DI-nek, hát hogyha figyelnek, mert legyünk közíték, valamiért az Arbitration alert el kapcsolatban nem nagyon figyelnek a, a feedbackre, és rengeteg jó ötlettől estünk el emiatt. Mogamunak volt egy ilyen interjú sorozat videója Rebekával meg Steve-vel, és egy, egy, egyik videóban Steve azt mondta, hogy az a probléma a Warframe-al legalábbis ő szerinte, hogy nagyon üldözik a veterán játékosokat, és emiatt az új játékos élménye nem annyira jó. Mivel, hogy arra fókuszáltak az elmúlt időben, hogy folyamatosan endgame tartalmat gyártsanak, és emiatt az új játékos élmény az rossz lett. Uh, ezért is hozták be ezeket a változtatásokat, amiket most láthattunk, ugye, hogy ott a menürendszerben ráviszed a egeret, kírja a képességet, megmutatja a képességet, bla, bla, ezek tényleg jó változtatások új játékosoknak, de az Isten szerelmére új játékosoknak az összes küldetés elérhető, uh, és ott van, és játszható beleértve az endgame-nek számító elite alerteket, és és, 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 sanctuary alerteket is, beleértve az egy dolon is, amit egy óra után, egy óra játék után elérhetsz a játékban, nem mint hogyha meg fognád tudni ölni azt az egy dolon, de legalább megnézheted, hogy mi a jó isten van. Továbbá egy-két szint szintlépés után mondjuk egy a master rang 8-tól, de hogyha van egy kis platod, akkor már master rang Egytől elméhetsz, egy dolont vadászni, sikerrel meg is ölöd, mert platér kiadtál pénzt, vagyis kiadtál platot ahhoz, hogy megvedd azt a fegyvert, és amivel ezt meg lehet uh, csinálni, és nem kell über uh, SS-nek lenni, hogy úgy játszál, hogy ne halljál bele abba az egy hánba. Szóval mindenféle, ami endgame-nek számító elérhető egy kezdőjátékos számít, uh, számára, és az a kezdőjátékosod helyt is fog tudni állni. Miért? Mert valójában nem nehezek, nincs uh, bennük semmiféle kihívás, és a jutalom rendszer, ami, ami ott van, azok a jutalmazások, azok azon kívül, hogy uh, grindy, tehát ugye, sokat kell farmolni, értük, azon kívül semmi másra uh, nem jog. Szóval azért kell sokat farmolni értük, hogy a kezdőbb játékosok is el tudják érni, és úgy érezik, hogy a nehézségi szint az idő, nem pedig a játék élmény. Na most számomra az arbitration itt hibázik, hogy a nehézségi szint az idő a formulásra, az pedig már ki az Isten akarja, legalábbis veteránként a játékban már nem akarom, és nem pedig az hogy az enemy scaling és hogy történik valami mint például uh, void moton captain war megjelenik valahol 10 és 15 perc uh, között, tehát hogy valami változik vagy ugye Void Moton 20 perc után egy, egy az enemy valahogy hirtelen szintet vált, nagyobb damage fog, uh, fog tudni elelni, uh, fog tudni kiosztani 40 percnél azon kívül, hogy még az életük is megnő guztosra, még több damage fognak kiosztani, szóval változik egy olyat a játék, hogy um, kihívás legyen, és köze már nem lesz annak, hogy mennyi idő Időt fogsz eltölteni, hogy megszerez azt az adott dolgot. Szóval egyetértek, mondjuk Taktika abból a szempontból, és ezt még mondtam anno is, uh, még régebben a srácoknak, Discordon, hogy rotation C-be kellene dobjon, természetesen valami uh, értékeset, de minden rotationben kellene dobjon a valamit, uh, ami értékesebb, amiért a játékosok uh, játékosok érdemesnek érzik, hogy oda menjenek, és ezt a játékmódot játszák. És az, a, az, az ötlet kifejezetten szimpatikus volt, hogy minden kör végén jelenjen meg egy boss, egy mini ami valami különlegeset dob. a másik pedig, biztos vagyok benne, hogyha minden kör végén megjelenne egy mini boss, ami egy különlegeset dob, hogy a survivorre kerül le a sor, akkor a life support tudja, hogy menne tovább, amíg megölöd ezt a boszt, és az a boss tudja, hogy nem egy hit lenne, legalábbis remélem, hogy nem egy hit lenne, és akkor azon menne a sírás, hogy miért megy a life support, miközben öljük a boszt, hiszen olyan nehéz megölni a boszt, majd a digital extreme lenörföli a boszt, hogy a kezdő játékosok is boldogak legyenek. Uh, na, de, de ja, egy-két jó ötlet született már ezzel kapcsolatba. Uh, ha van kedvetek, mondom, írjátok le, hogy ti hogy látjátok, és mit szeretnétek, hogyha változna ezen az arbitration alerten. És ja, hát én kikopi és elküldöm a Digital Extreme-nek nagyon ez szívesen. Srácok, nagyon köszönöm a figyelmet. Ez a videó ennyi lett volna, felszálltunk a panasz vonatra. Szeretnénk, hogyha a Warframe jobb lenne. Köszönöm a figyelmet. Uh, iratkozz fel és nyomj rá a csengő jelecskére a feliratkozás gomb mellett, hogy értesítést kapja a videókról, máskülönben nem fogsz kapni értesítést a videókról. Uh, Discord szervenünk bárki számára elérhető, link a videó leírásában, uh, ja, és klánunkba is lehet csatlakozni, link a videó leírásában. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!